Üdvözlök mindenkit, Necrocrim uh, vagyok, srácok, jön Grendel bemutató. Szóval uh, ez a Warframe, én egy darab rohadt formát nem fogok belerakni. Uh, számomra, mint régebbi Warframe játékos, nem ér annyit a Warframe, hogy, hogy belerakjak bármilyen formát, vagy hogy hosszabb távon foglalkozzak vele. Uh, viszont, viszont, ez a Warframe, azt el tudom mondani, hogy a kezdő és közép kezdő, közép haladó játékosoknak, akik nem régiben kezdték el pár hónapja ezt a játékot, ez egyik meglehetősen kedvenc warframe lesz, azért mert ez a Warframe olcsó, és hihetetlenül praktikus. Tökéletesen beleilleszkedik a mostani Warframe világába, ahol egy warframe-nek megvan mindene, amire szüksége van, ahhoz, hogy végrehajtson feladatokat. Megvan neki a tömegpusztító része, bár grendelnek talán annyira nem, de alacsonyabb szinteken ölni tud nagyon. Megvan neki a, a bufja, a csapatbufja, az élettöltése, az ereje. Ö, minden megvan hozzá, ami a mai warframe be beleeszkedik a warframe nél Valamikor régebben a Warframe videóknál, amikor Worshame-re mutatókat csináltam, ö, azt emeltem ki előnynek egy warshame hogy végre hoztak egy olyan warframe amire nem kell sok formát költeni, nem kell agyonmodolni, mert úgy is erős tud lenni. És régen, hogy igazán erősé váljon egy Warframe, ahhoz kellettek azok a jobb modok, kellett az, hogy belerakjál ennyi formát, ahhoz, hogy olyan Szinten teked meg a modolást, hogy ki belőle azokat a specifikus képességeket, hogy, um, hogy jó legyen a -e Warframe. Gondolok itt például egy Rino uh, stompot felhasználhatod többféle módon. Felhasználhatod erőre, de felhasználhatod területre, hogy tömegkontroll legyen. Uh, Slow Nova, Speed Nova, um, Vampir Trinity, Lilettöst uh, uh, Trinity és Valkyrnek uh, a Ultimodolása vagy a Warcry modolása, és uh, ez, ez mostanra eltűnik a, a, a Warframe-ről, és a legutóbbi Warframe-ek, amik uh, bejöttek a játékba, fantasztikusak voltak, és sem a Grandel is egy jó Warframe, viszont lecsökkent a modolási technika, lecsökkent erre a le tud csökkenni, hogy pontosítsa magam a nagyon uh, háklis játékosok miatt, le tud csökkenni erre a nagyon generik uh, modolásra, ahol beleraksz egy időmodot, egy float, egy stretchet, és uh, egy streamlight, és, és vége van, és egy vitalitét, és vége van a modolásodnak, mert hogy a warframe-ed tökéletesen rendben van ezekkel a modokkal és tökéletesen kibírja addig a szintig ameddig a mai Warframe-ben szükségeltetik elmenni és az a szint az, az általában nem magasabb, mint az 50-60-70, ami most az NGM-et reprezentálja a, a Warframe-ben. A Grendel tökéletesen beleillik ebbe a képbe. Mostanra már lassan minden Warframe beleillik ebbe a képbe. Félértésnehesség csinálhatsz belőle umbra grendelt, csinálhatsz belőle különböző mondjuk greedy grendelt, aki még emlékszik a greedy megre, ugye a greedy meg összehúzta magához a, a, a cuccokat, amit ilyen talált a földön, a nyersanyagokat, minden, de régen egy nekrosz és a greedy meggel mentünk farmolni, mert a greedy meg mindenkinek összehúzta a cuccokat nagyon távolra. Csinálhatsz egy ilyen greedy rendelt, mert az egyes képességgel összeszívja az összes nyersanyagot, amit megtalál a földön, és akár, akár, akár egy ilyet is csinálhatsz. csinálsz egy umbra rendelt, amit mondtam, csinálsz egy erőreki hegyezett rendelt, minden opciót létrehozhatsz valahogyan vele, ahogy, hogyha ilyen akarsz a modolással, oké? Okay? Viszont tudnod kell azt, hogy, hogy, hogy nulla formából kihozhatsz egy annyira erős modolást, az a, a rettenetesen generic modokkal, mint az Intensify, trim, Streamline, Stretch, Vitality, Flow, Ezekkel a modokkal kihozhatsz belőle egy olyan modolást, ami tökéletesen, több, több mint tökéletesen elégséges ahhoz, hogy játssz ez a játékkal. És ezért is mondom, hogy azoknak, akiknek nincsenek Uber modjaik, ehhez a warframe ez, ez a Warframe, ez, ez um, egyszerűen tökéletes játszópartner lesz. Megtanít figyelni több, több szegmensére a játéknak, képesség elkapcsolásra, folyamatos képesség fenntartásra, mindenképp megtanít, kénytelen vagy használni a fegyver, kardot, minden szóval erre is fogsz figyelni a játékban. Egy, egy korrekt Warframe. Oké, okay. csak én, mint, mint, mint régebbi játékos, én már ezt láttam, Um, ezen túl vagyok, ez, ez nem annyira izgalmas, mint aminek tűnt a, a bemutatók alapján. Uh, az Ultiá képességével én, én nem tudom, hogy mire használjam használhetetlen számomra, egyes, kettes képesség az, ami, ami ebben a Warframe-ben működik, és annak megfelelően egy nagyon egyszerű, formamentes, olcsó uh, modulást ki lehet hozni, és hozzáteszem azt, hogy nagyon olcsó kifarmolni ezt a, ezt a, ezt a et is. A blueprintjét azt megveszed a marketben, 35 ezer kreditér, uh, ugyebár, és az alkatrészeket hozzá, nem is az alkatrészeket, a szkennereket hozzá, hogy elindíthassd a küldetést, azt meg tudod uh, venni az Arbitress of Hexis-nél, az Arbitration Honorokból, tehát csinálod kell az Arbitration Elite Alert-et, az Arbitration küldetéseket, és, és összegyűjteni a vitus eszencet, és bemész, és beváltod, és kiváltod ezeket a Grendel szkennereket, Grendel Helmet, Grendel Chasis, és Grendel System um, szkennereket, megcsinálod a küldetéseket, garantáltan kapod meg az alkatrészeket hozzá. A küldetésének annyi a hátolütője, hogy a modjaidnak, a Warframe modjaidnak használt nem veszed, viszont használt veszed az Augment modoknak, a tenódat használni nem fogod tudni a küldetés közben, úgyhogy olyan warframe vigyél, tegyél bele, ahány augment modod van, és azoknak az augment modoknak, illetve a képességek kombinációjának a hasznát fogod venni, a fegyvereit hasznát fogod venni, csak a warframe lévő módjait hasznát nem fogod venni, szóval még nehéznek sem mondható a küldetés, garantáltan kapsz hozzá. Alcatraz szóval nagyon olcsó legyártani, nagyon olcsó bemodolni, formát nem igényel, max akkor raksz bele formát, hogyha már ott jársz a, az, az isten hátam mögött, már mindened megvan, és akkor épp unatkozol, és akkor ha mit csináljuk csináljuk a egy umbrát, na akkor, akkor jó lesz a továbbmondani a grendet. Addig fölösleges, mert így is übererős lesz arra a szintre, ami, a, ahol, ahol a mai warframe tart. Na, beszélgessünk a képességekről. Az egyes képesség nagyon egyszerű: lenyomod a gombot, és beszippantja az enemiket, Minden beszippantott enemért kapsz 50 Armor, -t. szóval szippants be jó sok enemit. A hátrány az egésznek, minél több enemi van benned, annál több energiát fogyaszt el. Továbbá a benned lévő enemiknek el elveszi az armóriát, nem mint hogyha nagyon számítanó, hogy elveszi vagy nem veszi, de a lényeg az, hogy sebzi őket, és elveszi az armóriát, és előbb-utóbb belehalnak az zenemék. Az egyes képesség továbbá lényeges azért, hogy a többi képességet fel, fel tud használni, és itt, itt kapcsolódunk, semmit nagyon többet nem érdemes tudnia. Ja igen, annyi, annyit el tudok mondani az egyes képességéről, hogy Ability, range és strength működteti, szóval erőmodok is, range, területmodok fognak ráhadni, szóval ha szippantos grendelt akarsz, aki mindent minden onnan, minden nyerségot oda szippant magához és felvesz felveszi, és akkor jó sok range-re rakod. Ha minél többen, amit akarsz elnyerni, akkor strength-re rakod és happy days ennyi, ennyi, és innen adódik a második képesség, amihez kell az első képesség, szóval az első képesség folyton be kell legyen kapcsolva, tehát mindig kell legyen valamiféle enemi a, a, a hasadban című történet, a második képesség a buffoknak uh, a, a, a képessége, szóval um, attól függően, hogy milyen fajta enemit szippantasz be, attól függően kapsz energiát, armort és um, extra sebzést gyakorlatilag nem csak magadnak ezt a sebzést, hanem természetesen a társédnak is, és megint csak ugye ehhez kell a range modok, illetve a strength modok. Szóval, hogyha egy olyan enemit szippantasz be, aki inkább távolból lőre, mint például egy sniperes valaki, akkor energiát fogsz kapni, tehát extra energiát. Ha olyan enemit szippantasz be, amelyik közelről próbál téged legyőzni, mint például egy karddal le akar hevízni, mint egy butcher, akkor armort fogsz kapni buffnak, hogyha pedig ilyen heavy unitokat szippantasz be, mint például egy bombard vagy heavy gunner, akkor, akkor sztrájkot fogsz kapni, Norris sztrájkot, ami extra sebzést fog biztosítani, extra toxin sebzést fog biztosítani. Ha ezekből mind a hármat beszippantasz, akkor lehetőséged van, hogy váltsál a képességek között, amire szükséged van. Szóval, hogyha hosszabban nyomod le a kettest, akkor váltani Fox, a, a Noris Energy, Noris Armor és Noris Strike képességek között, és hogyha mind a három enemiből van a, a, a beledben, akkor gyakorlatilag mind a hármat el tudod kapcsolni, és ezt a buffot te és a társaid megkapják. Ez a két képesség, egyes, kettes, grendel leghasznosabb e, képessége, mert hogy itt rátérnék a, a harmadik képességére is, um, e, kalapszar, ennyit tudok róla elmondani, beszívod az, az enemiket a hasadba, másképp nem is működik, és kiköpsz egyet, ami toxint sebez, és így, e, s, hát mi? Semmire nem jó. A sebzése nem nagy, e, nehéz célozni, a, az enemy utána a felkelés ugyanúgy lő rá, hogyha netán túlélte. Uh, nem jó. Strengths és range modok hatnak rá, de nem... Semmi nem igazán jó ez a képesség. És itt ugrunk rá a, a, a képességére, a másik haszna vehetetlen képesség, de fanolni jó vele. Uh, be tudsz dobbantani, ennél közé lesz belőle egy nagy hógolyó, a hógolyóval ottan görögázol, aztán uh, Ráugrasz, enemikre, azok meg, így össze-vissza repülnek. Hogy miért született meg az a képességed, nem tudom. Tehát lehet, hogy az jobb lett volna, ha lehányja őket zsinórba, és valami erős toxin, de ki lehet iktatni az enemiket. De ez, ez egy ilyen semmi le, se jó képesség, hogy őszinte legyek. Nem is túl gyors. Uh, hogy gyorsabb legyen, egy csomó enemit el kell nyelél. Um, és akkor se túl gyors, és csomó energiát elfogyaszt. A legrosszabb helyzetben mindig akkor köpi ki az enemiket, mikor már elfogy az energiája, és amikor nem kéne. Ez a négyes képessége, ez, ez szar. Ezt a megmondani róla. Nem, nem vagyok túl elégedett vele. Gyerekek! Uh, ennyi lett volna a képességek terén. Mondom, egyes kettes képesség, amire figyelni akartok, hogy folyton bele a kapcsolva. Azt elfelejtettem mondani a kettes képességen, hogy életet is tölt, ahányszor dobbantasz, tölti vissza az életedet uh, bizonyos százalékban, vagyis hát a erő függvényében több százalékban tölti vissza az életedet, uh, úgyhogy, uh, ja, csatok minél többször, de minél több enemi van a hasatokban, annál többen fogy az energiád, és ugye a, a, ezáltal ugye drágává válik a kettes energia elkapcsolására is, elkapcsolás, úgyhogy a legtöbbször nagyjából egy vagy két buffot engedhetsz meg, amúgy is függően attól, hogy milyen enemiket nyelsz el azzal a kettes képességgel, szóval Macera is a kettes képességet használ, és ezért mondom, hogy figyelni kell, hogy melyik képességet tudod elkapcsolni, és, és melyik buffot tudod a társainak adni. Srácok, a, ami a modulás tekintete íme itt van, ezt, ezt tudjátok, ezt látjátok, ezt lehet belőle kihozni, semmi nagyon extra olcsó, én mondtam formát bele, ebbe nem fogok áldozni, és ja, ennyi. Nem, számomra nem éri meg, de, és, és, ezért mondom, hogy egy kezdő közép haladó játékosnak ez a Warframe tökéletes, mert hogy ennyire olcsón meg lehet húzni, aztán később, akinek tetszik a Warframe, annyi formát rak bele, amennyit lehet, mert végül is opcionális ebből a szempontból. Nagyon köszönöm a figyelmet. Ha tetszett a videó, dobja like a iratkozz föl, csatlakozz a Discord szerverünkbe, vagy klámba linkek a videó leírásába. Sziasztok!